Minden föld imádjon téged, Isten, és énekelje emléket, dicséretet szennyel, neved neve, ó Fölséges. Újjongjátok az Istennek minden földet, szenjetek az ő fölséges nevének. Jöjjetek és lássátok az Isten műveit, félelmetes, amit az emberek között végbe vitt. Minden föld imádjon téged, és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Minden földi vágyon téged, Isten, és nélek helyen néked, vicséretet szörnyel, neved nevek, ó Fölséges. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szentangyalok templomban és otthonaitokban. Különös szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, média apostolainkat, és mindazokat, akik szélese hazában most bekapcsolódnak a Szentmise, az Eukarisztia ünneplésébe az évközi idő második vasárnapján. Az Apostol Televízióban a mai alkalommal indult el a vasárnapi ima szándékfogadás. Számtalan testvérünk telefonált, és jelezte kérését, hálaadását a Jóisten felé. És most ezt az első, mondhatnám így, hogy egy ilyen ünnepi alkalmat úgy ajánlom fel a Jóistennek, hogy ezt a mostani szentmisét média apostolaink ima szándékaira fogom bemutatni. Ti is hozzátehetitek mindnyájan szívetekben saját ima szándékaitokat, és így nagy ünneplő és imádkozó közösségként tudunk a szent áldozatban a Jóistenhez fordulni, avval a jézusi biztatással, hogy kérjetek és kaptok. A mai vasárnapon Sámuel történetét idézve mi is igyekszünk a Jóisten szeretetére, hívására igent mondani, és ezt az igent mondást megtanulni. Éppen ezért most a lelkiismeret vizsgálatunkban arra gondoljunk, hogy vajon ki tudtuk-e mondani mindig a Jóisten akaratára, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, eljöttem Uram, hogy megtegyem a te akaratodat. Gyónom a mindenható Istennek,
és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és imasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a valóságos, mindenkor szekülve lesz szüzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok élettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk. Mindenható örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet, hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel. A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta:
itt vagyok, hívtál. Éli ezt válaszolta, én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment és lefeküdt aludni. Az úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel felkelt, odament Élihez és ezt mondta. Itt vagyok, hívtál. Ő azt felelte, nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az urat, mert az úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Azután az úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt. Itt vagyok, hívtál. Erre Éli megértette, hogy az úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek, menj, feküdj le és aludj. Aztán, ha valaki szólít, így válaszolj. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel elment, és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte, és szólította, mint az előző alkalommal. Sámuel, Sámuel. És Sámuel így válaszolt. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. Ez az Isten igéje. Elküldte az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket, megmentette őket a veszedelemtől. Elküldte az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket, megmentette őket a veszedelemtől. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket, és az éhezőket betöltötte jókkal, megmentette őket a veszedelemtől. Hálát adjanak az Úrnak irgalmasságáért, és csodáért, miket az emberek fiaival művelt. Megmentette őket a veszedelemtől. Elküldte az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket. Megmentette őket a veszedelemtől. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy a testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Ez az Isten igéje. Halleluja! Halleluja, halleluja.
az Istent minden angyalok. Dicsérjétek őt, mint mennyei istenek. Halleluja! Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: nézzétek, az Isten báránya! Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: mit kívántok? Azok ezt felelték: Rabbi, ami annyit jelent, hogy Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: te Simon vagy János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim itt Gazdagréten és otthonaitokban, akik velünk együtt ünnepeltek, hallgatjátok Isten igéjét, vágyakoztok az Úr Jézussal való találkozásra, vágyakoztok arra, hogy kimondjátok a tanítványi kérdést, amit kimondtak keresztelő János tanítványai, köztük András: Mester, hol laksz? Furcsa ez a kérdés, de ez nem egy lakcímkutatás vagy a lakóhely körülményeinek felderítése, ahogyan szociális segítségnyújtás alkalmával, vagy a pedagógusok családlátogatásainál, vagy egyéb esetekben is előfordul, akár a mi esetünkben is, amikor a főpásztor látogatást tesz különböző plébániákon. Nem arra irányul, hogy az élet körülményeket feltárja ez a látogatás, hanem arra, hogy nyissa meg az a keresett személy, az a figyelemre méltó személy a szívének az ajtaját, mutassa meg a belső világát. Annak idején hallottam, hogy amikor a püspökatyák elmentek plébániákra, hát akkor általában azt a legkisebb helyiséget keresték föl, nem a szükségeik miatt, hanem abból lehet levonni leginkább, hogy ki milyen életkörülmények között lakik. Hát a tanítványok azt a legbelső kis helyiséget keresték, ami az ember szívében van,
Ki vagy te, Jézus? Milyen vagy te, Jézus? Miért érdemes téged követni? Tegyük hozzá, miért érdemes átpártolni egy korábbi mestertől, úgy, mint Keresztelő János, egy új tanítóhoz. Délutáni időben történt ez a látogatás, ez egy tea délután, ha úgy tetszik. Azt írja az evangélium a 10. óratájban, és amennyiben a 6. óra az a délnek felel meg, akkor hát ez egy olyan délután, 4 óra utáni idő, és oda mennek, egész nap nála maradnak, vagyis estig ott maradnak, hogy megismerjék azt, hogy a mester hol lakik. A mesternek a lakóhelye, mint lakóhely nem fontos, hiszen magáról mondta Jézus, hogy az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. Ő itt vagy ott vendégségben van, Péteréknél lakik, vagy más helyütt, 3 évtizeden át Názáretben a családjával lakott. Az igazi lakás az a küldetésnek a feltárása, és így keresik őt a tanítványok, és meg is tudják róla a lényeget, megtaláltuk a messiást, a fölkentet. És András, aki a főapostolnál, a testvérénél korábban ismerhette meg Jézust, ő viszi a hírt Péternek, vagyis Simonnak, a testvérének, akiből Kéfás, Ciklát tesz Jézus, és így nevezi majd el. A mester igazi titka, az ő lakóhelye, az engedelmesség. Az engedelmesség útján jött a világba, és ezt az utat járta be végig a földi küldetésében. Így akarta helyrehozni az engedetlenségnek a következményeit, a bűnnek a következményeit, és ezért lett engedelmes, mint halálig. Ezt kellett a tanítványoknak megtanulniuk, és ez nem ment könnyen nekik. Még a keresztfánál is bizonytalanok voltak az engedelmes követésben, majd aztán később éppen ez a szikla, a Péter az, aki letagadja, hogy Jézus barátja, és lehetne sorolni még ezeket a gyengeségeket, de aztán a feltámadás után ők is rálépnek az engedelmesség útjára. A zsidókhoz írt levél az Úr Jézus engedelmességéről elmondja, idézve a 40. Zsoltár szavait, hogy az Úristennek nem az égő áldozatok, vagy egyéb engesztelő áldozatok kellettek, hanem az engedelmesség. Ezért adott testet az ő szolgájának, aki elmondja, hogy íme, itt vagyok, Uram, eljöttem, Uram, hogy megtegyem azt, amit kívánsz. Ez Jézus otthona, ez Jézus eledele, lehetne egyéb hasonlatokat is mondani, vagyis ez Jézus szándéka, és az ő küldetésének a lényege, hogy bemutassa az engedelmesség példáját. Így ismerhették meg őt, így léptek be az ő belső világába, hogy ezt megtanulják a tanítványok is, az ő hallgatói is, és mi mindnyájan a követői, akik az ő nevét viseljük. Az Ószövetségi olvasmányban, mint egy előképként Sámuel történetét ismerhettük meg, aki különös ajándék volt szülei számára, úgy, ahogyan még sok más ószövetségi fontos személy, de külön sok-sok imádság meghallgatásaként született meg Hannának a gyermeke, Sámuel, aki aztán a főpap szolgálatában állt, és a gyermekkori események közül ezt a meghívást hallhattuk a mai első olvasmányban, amikor szólítgatja ott az áldozat helyén, annak közelében az Úr Sámuelt, de ő azt hiszi, hogy a gazdája, vagyis az ő szolgálat
tevője, akinek az ő szolgálatát fölajánlja. Ő szólítgatja, Hélif pap szólítja, de aztán megtanítja őt, hogy az Úr az, aki megszólított téged, és mondjál igent neki. Válaszold azt, hogy szólj, Uram, hallja a te szolgád. Ezt meg is tanulta Sámuel, vagyis ő, mint az engedelmesség példája szerepel az Ószövetségben. Így lehet ő az engedelmes fiúnak a méltó előképe, hiszen aztán nagy dolgokat tesz Sámuel, vagyis az Úr Sámuel prófétán keresztül. Ő az, aki felkeni a zsidóság első királyait, Sault, majd aztán Dávidot. Nagyon fontos szereplője a választott nép életének, mint próféta. De mindennek a háttere az ő engedelmessége. Kedves testvéreim, ez a mai vasárnap üzenete, hogy tanuljunk meg igazán Jézussal együtt élni, abban a lelkületben, amit ő számunkra bemutatott, vagyis tanuljuk meg az engedelmesség küldetését. Egy ókori történet szerint, legalábbis így jegyzik a történetet, egyszer egy apának, akinek három fia volt, nagy gondot jelentett fiainak a nevelése. Nem voltak gazdagok, egyszerűen egy földbirtokot műveltek meg. Ez a föld terület volt az övék, meg a munkájuk gyümölcse. Ez lett volna, hogyha ezek a fiúk is beálltak volna a munkába, de apjuk hiába bíztatta őket, hiába járt elől jó példával, nem tudta rávenni őket a munkára. Mi haszna fiak voltak. Telt múlt az idő, és az apa megöregedett, megbetegedett, közel volt a vég, és maga is kétségbe esett, hogy sajnos ezek a fiúk nem fognak tudni miből megélni. Nem tanulták meg a munkát. Nem tanultak magukról gondoskodni. És ezért gondolta, hogy még utoljára megleckészteti őket, és amikor halálos ágyához hívta a fiait, elmondta nekik, hogy fiaim, nincsen nagy vagyonunk, ez a föld az, amiből élünk, de azért van egy kincses láda elrejtve a földben, már nem emlékszem, hogy hová tettem, de ha fölássátok az egész földet, akkor valahol biztosan megtaláljátok. És aztán az örökké valóságba költözött az apa, az izgatott fiúk pedig ásót ragadtak, és fölásták az egész földet. Sehol nem találták a kincses ládát, mert ez a kincses láda az apa megfogalmazása és szándéka szerint eszmei érték volt. A munkának, az engedelmességnek, a fáradozásnak értékét foglalta bele ebbe, a kincses láda ígéretbe, amit úgy a maga valóságában szó szerint nem találtak meg a fiúk, de megtanulták végül, atyuk távozása után a munkát, a szorgoskodást, rádöbbentek arra, hogy ez a föld az igazi kincs, és a mi munkánk, amit belefektetünk, és apánk jó példája, amit ez idáig nem követtünk. Ellenpélda ez a történet az engedelmességre, de jó példa arra, hogy mivel jár az, hogyha engedelmeskedik a fiú az atyának. Az Úr Jézus nem valamiféle haszonból, hanem szeretetből engedelmeskedett a mennyei atyának. Nekünk embereknek a magunk érdekében kellene engedelmeskednünk, hiszen a mi mennyei atyánk is elkényeztetett bennünket, embereket, amikor ezt a világot megteremtette, ahogy olvassuk a Teremtés könyvében, az ember elkényeztetett helyzetbe és könnyű állapotba került, már a mennyei gondtalanság állapotába. De éppen az engedetlenség vezette rá az embert arra, hogy ezt a földet
valóban meg kell művelnünk, ezt ajándéknak kell tekintenünk. A személyes életünk is Isten tulajdona és ajándéka, ami akkor lesz kincsé, hogyha engedelmeskedünk a mi mennyei atyánknak. Akkor lesz az életünk tartalmas, nem biztos, hogy földi értelemben gazdag, de értékes, és aztán a mennyei javak szempontjából már igazán gazdag, hogyha engedelmeskedünk az Úrnak. Kedves testvéreim, mi is tegyük föl a kérdést a Mesternek. Mester, hol laksz? És ő szívesen megmutatja nekünk azt, hogy hol lakik. Gyertek, legyetek a vendégeim. Már most is itt vagyunk. Isten hajlékába is az ő vendégeiként, de akkor van értelme a mi látogatásunknak, itt a templomban is, most is a járványveszély idején, vagy a televíziók mellett. Az otthonunkban, a nyitott szívünknek akkor van értelme ezt feltárnunk Jézus előtt, hogyha valóban kíváncsiak vagyunk arra, hogy ő kicsoda, és hogy ő milyen, és hogy hogyan tudnánk hitelesen az ő példáját követni. Azzal a mondattal tudunk igazán engedelmességet tanúsítani, amit a Zsoltár is idéz és Jézusra vonatkoztat, íme eljövök, Uram, hogy megtegyem azt, amit kívánsz. Ha kimondjuk a Jézusi imában, amire ő tanított azt a mennyei atyának, atyánk, legyen meg a te akaratod, és Jézussal együtt arra vágyakozunk, hogy a mi eledelünk ne legyen más, mint az, hogy megtegyük a mennyei atya akaratát. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Istennek az Istenetől, világosságon világosságon, kérjük testvéreim, Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Segítsd apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk.
adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Hallgasd meg, Urunk, média apostolaink ima szándékait, amit a Szent Mise előtt közösségben elét terjesztettünk. Kérünk, Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Laudate Dominum in sanctis aeus. Laudate, laudate Deum in firmamento virtutis feius. Laudate Deum in virtutibus aeus. Laudate Deum secundum multitudinem magnitudinis aeus. Laudate, laudate Deum in sono Domini, in sono Domini. Laudate Deum in saltilio et citara. Laudate Deum in cymbalis venes onantibus. Omnis Spiritus laudator minus. Alleluia, alleluia, alleluia. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik,
Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel szengjük. Szent van, szent van. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc, György és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt híveinkről, média apostolainkról és szeretteikről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Vigadjunk a te szabadításodban, és Istenünk nevében felmagasztaltatunk. Hallgasson meg téged az Úr a háborún napján, oltalmazzon téged Jákob Isten éveknél. Küldjön neked segítséget az ő szentélyéből, és Sionból védelme Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Amen. Ave Maria, divina, mirtis,
Kedves testvéreim, most felajánlom a lelki áldozás kegyelmi lehetőségét azoknak a testvéreinknek, akik otthonaikban ünnepelnek velünk a következő imádsággal. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk, Istenünk, árasz szívünkbe szereteted szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk az elhalasztott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy a mai nappal kezdődik a keresztény közösségek ökumenikus ima hete. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezi most is az ima hetet, amely különböző helyeken és módon történik, de ma lesz a nyitó Isten tisztelet délután 5 órai kezdettel a Szent István Bazilikában. Az Egység hétnek üzenete ebben az esztendőben János evangéliumából való: maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Itt Újbudán nem tartunk a korábbiakhoz hasonlóan, idén legalábbis nem tartunk személyes összejöveteleket, hanem a különböző gyülekezetekből vagy előre felvett igehirdetésekből online módon lehet bekapcsolódni ezekbe az imádságokba. Örömmel jelzem, hogy ismét lesz Szent Sárbel atya tiszteletére felajánlott szent liturgia. A héten lesz január 22-e. Pénteken este 6 órai kezdettel kerül sor erre a keleti szertartású liturgiára, amelyet Kocsis Tamás görögkatolikus szervező lelkész atya fog végezni. Szeretettel emlékeztetlek benneteket arra a nagy lehetőségre, hogy lélekben minden héten Rómába zarándokolhatunk, vasárnaponként délben a Szentatya üzenetét és az Úrangyala imáját tudjuk élő adásban megtekinteni az Apostol televízióban, péntekenként délelőtt pedig a pápai kihallgatásokat tudjuk nyomon követni, amelyek először szerdán vannak, amikor az történik, de felvételről tekinthetjük meg ezeket péntekenként délelőtt. Itt a mi templomunkban minden reggel, hétköznap, minden reggel az Anya Szent Egyház nyilvános Isten tiszteletét, a Szent Mise melletti másik fő liturgiáját,
az imaórák liturgiáját végezzük. Történetesen a reggeli dicséretet, idegen szóval a laudest, mindig 7 óra 40-kor kezdődik a közös zsolozsma, amit az Apostol TV élő adásban közvetít. Öröm számunkra, hogy az ima szándék fogadás nagy érdeklődésre tart számot az Apostol TV-ben. Vasárnaponként délelőtt 9:30-tól a Szent Mise előtt Tariné Murányi Erika munkatársunk fogadja az ima szándékokat itt a templomi stúdióban, és így kerülhetett sor arra is, hogy a mai Szent Misét már ezekre a szándékokra ajánlottam föl. Egyébként és rendszeresen csütörtöki napokon szoktam a kedves média apostolainkért imádkozni, értük ajánlom föl, és ima szándékaikra ajánlom föl a Szent Misét. Tehát a szerda délután 4 és 5 óra közötti ima szándék fogadáson elhangzó ima szándékokat, és majd a vasárnapiakat is mindig ebbe a csütörtöki Szent Misébe foglalom bele. Magam is szívesen beszélgetek a kedves televíziónézőkkel és média apostolainkkal minden szerdán délelőtt 11:30 órai kezdettel az Apostolok Fóruma keretében. Ez az az élő adás, amely lehetőséget kínál akár a lelkipásztort megszólítani, akár pedig ezt a média szolgálatot támogatni javaslatokkal vagy kérdésekkel. Holnap ünnepeik Árpádházi Szent Margitot. Szeretettel köszöntöm közösségünk nevében is karnagyasszonyunkat, Gittát, ki holnap ünnepli a névnapját, áldozatos szolgálatát, a Jóisten kísérje továbbra is áldásával. Most pedig mindnyájatokra kérem Isten áldását itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, hogy legyen mindennapi imánk része a kis Sámuelnek a válasza az Úr felé. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ezzel a lelkülettel fogadjátok most az áldást. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket, Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,